Na, srácok, most még kérdezhettek. Amíg be nem dob a játékba, ott ugyanis csetet nem olvasok. Singed dzsungel? Nem, Singed dzsungel nem. Hát, működik, de troll. Régen, nagyon-nagyon régen Darius nyomta vele. Singed dzsungel. Nem váltottam nemet, ez megint egy másik app. Ez most Platina 4-ben van. Erre nem tudok választ adni, hogy ki a legjobb magyar lolos. Még globálisan se tudok mondani. Nagyon sok jó játékos van. Olyanok is, akiket nem is ismer senki. Hát én nem vagyok azon a szinten még. Bár köszönöm a bókot, de önértékelésem szerint hát nem Diamond 5-be való vagyok szerintem, de maximum Diamond 1, tehát a Mastert nem érem el. Inkább örülnék, azt mondom, örülnék, hogyha Diamond 2-1-be lehetnék. Az úgy szerintem számomra megfelelő. Challenger Masteres nem vagyok, azt tuti. Bár, hát nagyon rágyúrnék, az a baj, srácok, hogy én ugye YouTube videókat is csinálok, streamerek folyamatosan, tehát ha csak arra gyúrnék, hogy only ranked és minden nap 4 órában a stream helyett, vagy az, hát, mert az a baj, a streamen nem lehet úgy fókuszolni, én azért nem is játszok a Diamond 5-ösökkel, mert full fókuszt kell tolni, és streamben nem tudok soha teljes mértékben a játékra fókuszolni. És ez kihat a döntésekre, illetve a reakciókra is. Hogy sok olyan hülyeséget csinálok streamben, amit egyébként nem szoktam, hogyha teljes koncentrációban vagyok, és nincsen stream meg videó. Úgyhogy még akkor talán esélyesnek tartom a Master Tier-t, de inkább a Diamond 1. De a Diamond 1 már high galó, szóval én azzal már megelégednék egyébként. Megérjük, hogy hard damage red, ivy invade. Enemy jungle clad. Hát, nem tudom. Meglepetés ereje, a red ereje, a Kha'Zix 1v1 ereje, szerintem mindig meg tudom fogni. Úgyhogy jó lesz ez. 10-ből 10-szer invédelek, aztán 9-szer összejön. Egyszer nem. Még mindig jó arány. Még mindig többször jön össze, mint nem. Úgyhogy menni kell. Nem is értem, miért nem invédelnek sokan. Viszont a Korkink az afk. Amit nem értek, lehet, hogy remake lesz ebből. Worst Vayne-i kork is ez kifagyott. Mondjuk így invédelni, hogy a mides nincsen, hát nem tudom, így elég rossz történet. Na, próbáljuk meg maximum flash-en meg ebetűn. Remélem, hogy nem a reddel kezdett amúgy. Ez komolyan leáll egybeegyezni velem? Ez a baj, jön a Soraka. Jön a Soraka, van még flash-em, 15 sec az M. Ott a Soraka. Á, botom megölték.
akkor menesz tovább, jön amúgy level 2 ével. Biztos beütném. Ment neki a flash, csak van még potionje, meg visszaszívott a Q-ból elég damage-et, hogy most ne tudjam letolni. Viszont haza kell mennem. És hogyha a Kled okos egyébként, akkor jön és leszeti a kékemet, úgyhogy inkább vardoljuk be, mielőtt haza megyünk. Na, a Corki visszakonnektált, úgyhogy talán jó is, hogy a szarok a Love HP-ra került. Hát level 1-es Corki, valamit csinálj, nehogy meghaj. Most ez komoly. Úristen, de tényleg. Worst Vayne-i Corkival. Levardolta a blue-t. Levardolta a blue-t. Legjobb döntés, hogyha lesmájtoljuk azt a Wolfot. És így lesz egy kis vision. Tudjuk, hogy mikor jár erre az a Kled. Lehetséges egyébként, hogy most szedi a sutyarákot. Nem. Nem a sutyarákot szedi. Sőt, itt a Renekton, ez nagyszerű. Hát a top-top az out of control, és most ez miatt elmegy a Bloom is. Hozzasztó damage-ettől. Mondjuk ez még jó lehet. Majd még elvittem én. Hát jó damage van ennek a Kled-nek, mondhatni, de... De nagyon veszélyesen játszik, hát a toronysatot is tolt. Egyébként ha nem jön a Garen, akkor még egy LQ-val simán elviszem levegőbe is. Tehát már csak annyi HP-ja maradt, hogy szinte semmi. A Corki sajnos nem egy jó játékos, ahogy így nézem, de talán a dzsungel meg a bot carry majd megcsinálja. Illetve a top Garen sem olyan rossz, most kapott egy killt, 30 farmjön a Renekton ellen, úgyhogy ebből, sőt Redet is kapottak lettől, úgyhogy ebből még lehet valami. És aztán egy Vision Wardot, ezt mindenképpen meg kell néznem, hogy itt van-e Ward, nincs, akkor szedjük le. Egyébként most jó lett volna ez a Counter Jungle a Kled-nek, mivel minden a Corki level hátrányban van, a Soraka bepusholja, semmit nem tud csinálni, tehát a Kled az tudott volna itt élősködni a dzsungelembe. Topon is a Renekton bepusholta a Garent és jött is segíteni a Klednek itt, amikor a Gólemet vagy a Grompot BK-t szedtem. Csak ott számolt el magát a Kled, hogy a Renekton visszament topra. Visszament topra farmolni. És a Kled egyedül maradt, a Garen meg lejött torony alól. Meg tudjuk ölni, srác. Hát nincs semmi. Ó, ne, Renekton. Jó, Corki, gyere innen, mert Soraka, ulti, meg a... Most ez komoly? Soraka, ulti, meg a heal, az ott nem jó. A Renekton full HP-ra veri pillanatok alatt. De ne hajj már meg, könyörgöm.
Botra szerencsére egyelőre nem kell mennem. A bot az jól teljesít. A top is egyébként nem egy rossz játékos, ahogy néztem. Porky meg ugye le volt maradva. Hát most is le van maradva a kifagyása miatt. Ledet megöltük kétszer ugye, szóval most ő is farmolgat. Megyek botra. Led lehet, hogy ott lesz. Gyere, gyere, tess, támogass engem. Jó, az úgy nem lesz jó, Korki sehol. Áj, package-el Korki, és semmit nem tud csinálni, WTF. Aj, a Soraka leért. Soraka nincs itt, akkor ez az Alistar meghal. Így sajnos sok volt. De, hát nem tudom, mit nincsen damage ennek a Korkinak. Még, aztán ki tudja, hogy lesz később. Eddig állítólag a package az elég OP a Korkin. Most mégse tudott vele semmit csinálni. Kéne a level 6. Ó, az mondjuk szép a Lucian-nek. Na most talán ott a Korki is valamit csináljátok. Kösz. Az is mehet, jövök én is oda. Azt kéne CC-zni, hogy valamit. Minden is jövök. Ról. Nice, vihetjük a Sarit is amúgy. Vagy túl, hát Sari. Vagyok 6. Led miden van. Thresh-nek kéne ide húk. Nice volt, igaz kiment flash meg ilyesmi, de ez megérte nagyon. Sari helyett, a Sari úgyis csak egy mountain volt, szóval nem olyan értékes sárkány fajta. Jó, hát van a Lucian-nek 5 asszisztja, meg 2 kill-je. Egyelőre hasznosabb, és ahogy látom mozgásából nem rosszul játszik. Hosszasabb, mint a Twitch egyelőre. Topoz meg úgy elvannak maguknak. 2-2 60 farm, 2-1 70, tehát ez nagyjából ki van egyenlítve. Én egy picit feedbe vagyok, úgyhogy ezt meg kamatoztatni kell. Hát most nem kéne ott meghalni. Korkre egyelőre nem tudok mit mondani. Kaphatjuk. Ezt mountaint hagyvizék. Ahogy mondtam, nem éri meg. Hogy csinálja itt a dolgokat. Garennek esetleg ezt lehetne vinni. Akkor ott már egy picit. Ez jó lesz, hogyha most én ezt elviszem magamnak. Megdobja a burstöt. Hát mehetnék midre, de nincsen manám, úgyhogy ezt mindenképpen fel kell szednem a blue-t most.
Köszönöm a followot. Minden még jó lehetne, csak az a baj, hogy a trash jön csak. Szorokát esetleg még meg tudnám, lesz lassan is. Ölt meg kérlek. Ez nem mondod, pedig le... Hát elkaptam azt a lámpást, mi ölt meg? Turret 553, az volt jó. Ez a Soraka egyébként. Tudjátok miért nem halt meg? Ninja Tabi. 12% block, basic attack. Meg volt rajta Dorans, meg még Giant's Belt. Azt hittem, hogy ez egy EQ-val simán meghal. Izolálva is volt. Na mindegy. Nem voltam úgy rossz, mert meghalt a Kled, meghalt a Soraka, és meghalt a Renekton is. A csapat szerencsére csinált valamit. Biztos, hogy le fog valaki jönni a Lucianre, és ott is a Twitch. És merre veri Twitch? Köszönöm a followot. Köszönöm, kéne dive-olni. Észjáték gyerekek, észjáték. Mondtam, hogy a Lucianre fog jönni valaki. És a Teres nagyon szépen beállt egyébként oda, ahova kellett. Lett topon van, úgyhogy itt még botom mehetne valami. Korkinak tolnia kéne a midet, a Sorokát előtt pusztítottuk el. Köszönöm a followot. Következő sori az már egy infernál lesz, szóval arra nagyon be kéne állni. Másfél perc múlva. Aj, nem hiszem el, az a Korki. Komolyan. Még rossz felé futsz, ember. Ez az, nem baj, a trash meg én itt jövünk. Na, az egy jó lámpás. De közben a Lucia ne halljon már meg. Nincs hord. Haha, nagyszerű húk volt. Na ez a trash tud játszani, nem úgy, mint az előző játékban. Az a trash az, az nem úgy játszott, hogy kellett volna. Nagyon nem. Ez a rakétám mellé ment, az baj. Hogy sprintel így ez a Soraka? Olyan. Sorira rá kell állni. 30 másodperc. De ez úgy nem lesz jó. Soraka meg full HP-n ott van. Ez meg rám flash-el, hát ez nice. Ok. Hát erre a Renekton flash-re nem számítottam. Nem feselt a CC-vel, az elég is volt, hogy megöljön. Most nem tudom amúgy mi van itt, össze-vissza futunk. Lol. Ez korán flash.
package, go, slow. Srácok, itt kéne ezt már ütnötök kéne azt a sárkányt. Lőjétek, lőjétek, majd meg én leütöm, 640-es a smite-om. Jó, Twitch kaphatná dolgokat. Hát nincs itt a Lucian. Nincs itt a Lucian. És nincs ultim, se betűn, se. Szorokát kéne fókuszolni, az ott jó lehet. Megyek, bemegyek. Ne, a kled is jött a kled, de... Szorokát üssétek már le, könyörgöm. A Lucian meg full HP-val miért nem jött? Szorok a kihíveli őket. Miért akarják feladni? 22-19 van. Jó, toronyban rosszul állunk, de nekik van egy Mountain, most szedtük le az Infernát, több damage. Hát igen, most ez a Corki, ez... adjuk. Valat is fogjunk, én raktam oda. Hát ki más? Más tette volna oda. De megint fájtolnak nélkülem. Szorokon meg híleli őket hátulról, mint az állat, Lucian pedig megint nincs itt. Megölt. De... Ember, a Sorokára meg a Twitchre kéne fókuszolni, mi van már? Nem hiszem el, hogy ennyire useless. A Lucian miért nincsen velünk? Meghalt 1v1-ből Renekton ellen boton. Ezek meg megint nem tudom, kit ütöttek. Full tank szorokon. Ability-e sincs. Egy Torrance ring. Hát ezt kéne kitenni inkább. Garen, komolyan, nem értem. Hol a Corki hal meg, hol a Garen? Most. Vagy az összes.
Értem, értem, hogy, 4v2 van, ahol egy Alistar support van, és egy Renekton 4v2-ben, és, egyszerűen nem tudják megölni. Vagy valami. Rakétámat elmisszeltem, bár mondjuk olyan sok HP-t nem tudtam volna visszaszívni, ez a Renekton full ládés, Tiamat, Ghostblade, Beach, Longsword, tehát biztos meghaltam volna, hiába találom el, nem tudtam volna annyit visszaszívni a V-ből. De hát ez komolyan csapat ennyire nulla damage-ben, vagy én nem tudom, tehát hogy... Hát igen, Ghostblade, Beach, Lucian. Akkor is elfessált. Jó, itt nincsen vargyuk. De, ha komolyan, rám jönnek ketten, és nem én halok meg, értitek? Nem én halok meg, hanem valamelyik máshol, más valaki. Lucian megint nincs itt. Megint nincs itt a Lucian. Csinálni, akkor szorok a széthillelő őket. Nem értem, hogy a Lucian miért nincs ott soha. Ezek meg mennek, mint az őrült előre. Tök mindegy, hogy 2v4 van, vagy 2v5. Nem megyek hozzá, miért nem rikólozok. Egyszer kéne normálisan grupolni, mikor mindenki ott van és normálisan fókuszál egy szorakára Twitchre, mondjuk. Egyelőre a szorak az full tank, mondjuk. Ja. Itt is ward van. Hol nincsen ward, ott is ward van. Ez meg hazament, most kéne menni. Szoroka nincsen, menni kéne, csak olyan damage-et kapok. Na, valami legyen már, ott az a Twitch. Free. Nem, ezt most nem mondjátok komolyan, hogy quadra kill-es Twitch, aki 0-6-ba vagy 0-5-be volt, ez komoly. Egy AD, elvileg AD carry Corkit és egy Lucian-t, aki szintén AD carry le egy V2-zik. Túl hamar meghaltam, az volt a baj. Hát 40% CDR megvan.
Barom. Meg lehetne próbálni. Barom, tök lehet botom van dzsungel. És nem biztos, hogy van targyuk, de hát... Trash meg a Lucian az nem érti. Na, most már Renekton sincs. De értem, hogy rám fókuszol. Valamit csináltok már vele, könyörgöm. Azt a büdös mindenit. Ultiból 1456 damage. Spoj. Spoj, ez meg beüti botot. Nagy a baj, srácok, nagy a baj. Feedben van a kled is. Van egy szorakkal széthíleli őket, tehát fókuszolni kéne több mindenkire. A Renekton is feedben van, rohadt erős. Alistar full tank CC-vel, a Twitch meg alapból pentázik, ha szóhoz jut. Úgyhogy nem kicsi a baj. A mi damage dealerünk meg nulla. Na, Alistar fókusz. Arra várok, hogy megjelenjenek amúgy a ellenfélt. Nem jelent meg az ellenfél, pedig arra vártam, hogy itt többiek jönnek segíteni neki. Igen, a Kledoz jön. Hát, hogy meghal ez a Lucian a méregbe. Nem. Szóval voltam flash-elni oda, hogy meghalljon, hát hihetetlen. Ekkora Twitch-en lifesteal. Most az hal meg. Egyszerű. Legalább egy flash kiment neki. Latino playerek. És annyira be vagyunk pusholva, hogy levegőhöz nem jutunk. Hát a Twitch-el amúgy akár igen boronozhatnak is éppen most. De nem tudunk vele mit csinálni, hogyha ők úgy döntenek, annyira be vagyunk pusholva. Ráadásul két mountain van rajtuk, megszerzik a harmadikat, akkor elég gyors barom tudnak vinni. Ez így már nem olyan jó, igen, ott van rajta a harmadik mountain. 30% damage towerökre, meg epic monsterekre. Világos, mindenhol vagyok van. Ezt Twitch-re mehettünk volna, de hát hogyha beúrk, akkor kb. Az Alistar se nyakamba úrk és csak meghalok. Mondjuk most a Corki esetleg túlvállalja megint magát, nem tudom milyen szóló playeket csinál, de tényleg. Tehát, hogy most megint miért kellett oda beugrani, ha nem vág, a fingom sincs. De ha erre megtan a nyakamon van. Nem viccel a srác. Hát
milyen tankos! Milyen tankos ez a szoroka. Úgyhogy itt még torony is van. Hát oké. Megyek oda. Vigyük el, de nagyon gyorsan, valami super fast módon vigyük el azt. Majd én nekem kéne tankolni egyébként, nem? 5 szekasz májtom. Na, a korki talán lesz a korkiban egy damage, még Ghost Blade is lesz. Gyorsan elvigyük. Jó. Van esély a nyerésre. Ezt egyébként most nagyon szépen megjátszottam. Twitch kapta egyből. Aztán ki tudtam ugrani a Renekton nyakából, a King Guardian volt. Rámentem a szorakára. A szoraka nem tudott healeni senkit. Elintéztem, hogy ne healeljen senkit. Sikerült megölnem, aztán most végül elvittük így a baront. Közben véget ért a zene, gyertben nyomom. Fú, Guardian-t kéne amúgy vennem. Vagy full YOLO mód, és egy Bloodthirster. Próbálják meg a full YOLO módot, csak az a baj, hogy megint meghalnak. És menni kéne midre nagyon gyorsan. Nem értem, hogy megölünk egyet, barom van rajtunk, és még se tudunk mit csinálni. Ennél jogot. Valami legyen akkor, hogyha már itt vagyok. Kéne várni, mi beugranak. Adjatok HP-t, meg a Death Dance-ből. Ez az inhibitor. Hát, hogyha ezt a rossz lúsant lekerizzük meg ezt a kifogyott korkit. Veszem a kalapom. És fejezzük be a játékot, gyerekek. Mi van? Fejezzük be a játékot. Hát befejezzük a játékot. Úristen! Ez a game. Ne, üssétek azt! Üssétek azt! Csak azt üssétek! Ez az! Igen! Mester! Ez mester game volt a gyerekek. Úristen! Hát ez... Ez egy masteri 6 tokent ért. Vagyis majd csak most lesz, mert hogy megléptük a level 5-öt. Wow! És mondjam azt, hogy kellett az, hogy a Twitch ilyen meggondolatlanul ott maradt és kapott egy EQ-t tőlem, ami el is pörkölte. Aztán mentünk tovább. Damage dealt. 47500. 41000 garen. Jó, hogy a Lucian Carry 27900, pedig a játék elején azt mondtam, hogy majd a bot jungle top carry lesz, ezt mondtam, aztán végül is a Korki felhozta magát, ahogy nézem. Köszönöm a followot. És egyébként a Twitch 0 vagy 0.5-ben volt, vagy 1.5-ben botlénen szét volt rektelve, és 41400 quadrakilles Twitch volt. Sporzasztó. Egyébként a Twitch tró volt el a játékot az eleminek. Ha jobban pozícionál, simán meghalunk. Jó, mondjuk az tény, hogy kaptam mindig tőlem a fókuszt, mindig próbáltam rámenni, meg a szorakára. Jó,
LOL, és még 30, most nézem, 36 ezeret tankoltam emellé. Ennél már csak a Garen volt nagyobb tank 43-mal. Renekton 50 ezerrel, Vlad 49. Na, hát ez egy megérdemelt, köszönöm a follow-ot út közben. Ez egy megérdemelt 22 pont volt, úgyhogy nyomjunk arra a légombra, légögen gombra. Próbálkozunk most egy mid-re, az még ma nem volt.